Markó Zsuska és az élő harmonika hangja töltötte be a szobát a Mózsú Egyesület farsangján, ahol önfeledten táncoltak, csúszdáztak, ugráltak a méhecskének, Katica bogárnak, pókembernek és királynának öltözött apróságok. Bakó Makai Marian cica jelmezbe bújt 2,5 éves kislányával, valamint testvérével, barátnőjével és az ő gyermekeikkel érkezett a farsangi bárra. Azt mondja, nagyon szeretnek a Mózsú Egyesület foglalkozásaira járni. Dórának sikerült feloldódnia a gyermekek között, így az óvodába való beszoktatás is könnyebben megy majd, legalábbis ezt remélik. Nagyon szeretünk idejönni, nagyon jó a kapcsolat az óvodával, és az óvonőként dolgozom én is. Hallottunk már ugye korábban az óvodában a Mózsú Egyesületről, csoportok járnak ide foglalkozásokra, zenés műsorokra, és nagyon jó a azt gondolom, mielőtt óvodába kerül a kislány, hogy kapcsolatban legyen a gyerekekkel, hogy könnyebb legyen a beszoktatása. Veselünk, énekelünk, mesélünk, néztünk korábban jelmezeket, hogy melyik tetszik neki, melyik nem, és a cicákat egyébként is szereti, úgyhogy nem volt nehéz rábeszélni, hogy ezt válaszza. A farsangi mulatságon azért előkerültek a kicsik kedvenc játékai, majd a közös éneklés, mondókázás következett. Ma farsang van. Valahol mindig, minden évben feltesszük a kérdést, hogy gondolkodjunk ezen, vagy tartsuk neki, hiszen oly kicsik még. És ezek a picik nehezen bújnak bele más bőrébe. Ők még a sajátjukba kezdik ismerni önmagukat. De a szülők kérése mindig az, hogy próbáljuk meg. Megpróbáltuk, itt vannak. Aranyosak. A Mózsú Egyesület tagjai hetente összejönnek, hogy eltöltsenek közösen egy kis időt hasznosan. Egy visszatekintő, összegző időszaknak láttam a lehetőségét. Elég régóta, tehát akkor, amikor nyugdíjba mentem, akkor alakult meg az Egyesület, és annyi minden történt azóta. És a gyerekek már általános iskola negyedik osztályába járnak, és úgy gondoltam, hogy itt a farsang kapcsán a képeket nézegetve érdemes lenne visszatekinteni, mert bizony van már múltunk, és bízom benne, hogy jó hírrevünk. Ha vannak azok a gyerekek, akik az anyaölből szeretnének már kitekinteni, érzik a szülők is, hogy keresik a közösséget, keresik a társakat. Hát a bölcsőde még nem tudja fogadni, óvoda nem tudja fogadni, de van ez a játszóház, ahova el lehet jönni, ahol játszani lehet szabadon, idő és egyéb kötöttség nélkül, akkor jönnek, amikor szeretnének, akkor távoznak, amikor szeretnének. Egy meghatározott napon van természetesen, és a délelőttnek egy szakaszában, de azon belül teljes a szabadság. A felszereltségünk rendkívül jó, célirányosan fejlesztő játékokat vásároltunk, nagyon jó a szakmai felkészültség, tehát a gyógypedagógustól, gyógytornásztól, csecsemőgondozótól, óvónőtől kezdve a szakértelem is együtt van és együttműködik. A hagyományok ápolását fontosnak tartó egyesület vezetője azt mondja, nagyon jó viszonyt sikerült kialakítaniuk a helyi óvodával. Egyik évben a szülők szóltak az óvodába, hogy sok volt abban a csoportban, aki a Mózsúba járt. Az a kérésük, a gyerekek visszavágynak, hadd jöjjenek el egyszer-egyszer játszani. Számomra ez óriási öröm volt. Ezen kívül együtt vagyunk a doktornő rendelőjével, közös a belépünk, és a szülők mesélik, hogy ahányszor jönnek, annyiszor szeretnének ide bejönni, és ha már okosodnak, akkor csak úgy megjegyzik, hogy ez a Mózsú szoba. A szervezet csak nem 10 éve jött létre azzal a céllal, hogy segítsenek az óvoda előtt álló gyermekeket beszoktatni a közösségbe, miközben a szülők is ki tudnak egy kicsit kapcsolódni. Ebből némi ízelítőt is kaphattunk a farsangi mulatságon. Mindenkinek csodásra jelmezek. Aki bekújt, letakarjuk! A Mózsú Egyesület emellett nagy hangsúlyt fektet a kicsik képességeinek fejlesztésére, és természetesen segítenek a szülőknek a tudatos nevelésben is.
A célja az egyesületnek a szabadidő hasznos eltöltése és a korai fejlesztés lehetőségeinek a kiaknázása. A szakember jelenlét nagyon sokat számít. Amit fejlesztünk, a mondókázás, az éneklés, a ritmus, az ütem vérévé váljon a gyereknek, mert ennek a megléte a későbbiekben nagyon sok mindennek a támogatójává válik és segítőjévé. A mozgás korlátozottságnak a kiszűrése ebben a korai időszakban rendkívül jó. A gyógytornász ezt látja, tudja és tud tanácsot adni. A gyógypedagógus pedig nagyszerű prezentációt is, tehát elméleti anyagot is készít a szülőknek, amit itt közösen bemutat, megnézünk és tanulunk belőle. A farsangi mulatságon természetesen előkerült a konfetti és a legfáros fánk is.